egy évtizedes előkészítő munka után kedden este hivatalosan is bemutatták Kocsis Tibor és fia, Kocsis Tibor Krisztián a Magyar Királyi Csendőrség és a Szombathelyi harmadik Csendőrkerület igaz története 1867 és 1945 között című kötetét. A könyv hiánypotlómű 555 oldalon 26 fejezetben statisztikai adatokkal és több száz fotóval szemlélteti a Magyar Csendőrség történetét. A szerzők úgy vélik, olyan témát ragadtak meg, amely régen tabunak számított, de ma már muszáj róla beszélni, hiszen aki nem ismeri a múltját, annak nem lehet jövője sem.